A házigazda mellett Eger, Debrecen, Szeged és Szentes csapatai szerepeltek a miskolci Kemény Uszodában rendezett Komjádi Kupa hétvégén. Az utánpótláskorú játékosok számára kiírt eseményen csoport elsőként jutott tovább a miskolci csapat. A fekete sapkában látható Panergy Miskolci Vízilabda Klub mint rendező egyesület szerepelt az egy hétvége alatt lebonyolított Komjádi Kupa csoportkörben. Ez egyfajta erőltetett menetet jelentett, hiszen napi két mérkőzést teljesítettek a csapatok. A Miskolci Vízilabda Klub Eger együttesével kezdett 14-9-re legyőzve a csoport talán legerősebb riválisát. Ezek után jött a Debrecen elleni második meccs, amit 9-6-ra hoztak a hazaiak. A fiatal tehetségek számára kiírt Komjádi Kupa második napján aztán hengerelt a miskolci csapat, a Szegedet 23-5-re, Szentes együttesét pedig 13-5-re legyőzve. Mindez pedig csoport elsőséget jelentett. Közben meglett a Komjádi Kupa sorsolása is, a Szolnok csapatát kaptuk. A hét szombatján 14 órakor fogunk játszani Szolnokon, és vasárnap ugyanakkor játszunk itt Miskolcon. Tehát ez is az egy erőltetett menet. A Komjádi Kupa csapat Kis István irányításával szerepelt, de természetesen figyeli az eseményeket a felnőtt keret edzője is. Vidumanszky László elégedett a továbbjutással a Komjádi Kupában, hiszen a fiatalok megmutathatták, mit tudnak. Nekünk ez valahol a belefért is a felkészülésre, mert nekünk elsősorban a OB1-et kell figyelni, ami februárban Európa-bajnokság után folytatódik. Nem lesz könnyű, mert egymás után jönnek a fordulók. Arra most a januári időszakot kihasználjuk úgy, hogy tudunk keményen dolgozni, alapozni közben. A következő hazai mérkőzés tehát a Komjádi Kupában a negyeddöntő visszavágójaként teljesíti majd a csapat január 26-án a Szolnok ellen a Kemény Uszodában. A párharc győztese pedig már a sorozat elődöntőjében folytathatja. Az eseményről készült bővebb összefoglalónkat híradónk után kezdődő sportműsorunkban láthatják.